Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit Pottyondon. Hálásak vagyunk házigazdáinknak, Eszternek és Lacinak, illetve segítőiknek, hogy itt lehetünk. Úgy érzem, méltó koronája ez így az erdélyi útunknak, de a valódi koronái ti vagytok, a gyakorló közösség. Nagyon sokban hasonlít ez a hely a koreai templomokhoz. Kezdem az elsővel, hogy ez nagyon jól sikerült, mint helyválasztás. Nem megyek bele a részletekbe, de egy olyan helyen van, ahol a természet energiája támogatja az emberi mentális energiát, és a harmadik, ami az épített környezet, az pedig míves, minőségi és szép. Egy helynek valójában háromféle karmája van, a természeti, a materiális épített és a mentális. És ezt a hármat el szoktuk felejteni, hogy együtt van. Tehát már rossz helyre teszünk egy csomó települést, útvonalat, vasutat, gyárat, mindent, és ezzel leromboljuk a természetet. Most még nyersanyagról szó sincs, csak az, hogy nem jól látjuk, hogy hol vagyunk. Nem jól látjuk a hegyet, a folyót, a napot, a holdat. És utána pedig milyen mentalitással élünk egy adott helyen. Milyen gondolatokat gondolunk, milyen érzelmeket érzünk, milyen szavakat mondunk ki, milyen tettekkel cselekszünk. Ez mind nyomot hagy a térben. Járjatok olyan helyeken, és Erdélyben szerencsére sok ilyen van, ahol több száz éve ugyanaz történik. Vannak 200 éves esztenák. Vannak olyan üzemek, amelyek több mint 100 éve ott vannak. Vannak olyan kórházak, amelyek több évtizede működnek. És vannak olyan hegyek, ahol több évvel vagy hónapja nem járt ember. A dharma azon a helyen virágzik, ahol a háromféle emberi nedvből elég volt, vagy elég van, vagy elég lesz. Ez a három, a vér, a veríték és a könnyek. Ahol elég volt a vérből, ott már az emberek letesznek az erőszakra. Ahol eleget verítékezünk, ott eleget dolgozunk. És ahol eleget könnyezünk, ott eleget tisztulunk. Ahogy Anett is mondta, az apai felmenőim erdélyiek, de nem csak erdélyiek, hanem határvédők voltak, hogy pontosan hol azt nem tudjuk, de Kolozsvár környékén kaptak Mária Teréziától birtokot, egy kis kutyabőrrel együtt. Ez volt a 18. században. De az őseimről azért kering egy-két legenda, és hogyha az egyiket elmondom, akkor eldöntöd, hogy lennél-e büszke rá, hogyha ő lenne az ősöd, vagy sem? Ahogy az idő haladt, egyre jobban szorultak nyugat felé, és a Szilágyságban, Berettyóújfalu mellett, egy kicsiny faluban, Lecsméren volt több tucat hold birtok, amíg a kommunizmus el nem vette. És gyerekkoromban nagyon sokat jártunk oda ki a tanyára, ami maradt. És ott volt Virág Sanyi bácsi, nagyapámnak a testvére, ő maradt, míg nagyapám, Virág József a magyar világban átjött, 43-44-ről beszélünk, átjött Berekbőszörménybe. Így született az apai ágon, apám Magyarországon, a földrajzi Magyarországon. És az egyik szép apám, Virág Ferenc, valahol itt a több tucat holdon volt, és állandóan probléma volt a legelővel. Hol a határ nem volt világos, hol az egyik tehene belement a másikba, hol az egyik lova taposott bele nagyon keményen, és nem volt ott béke és egyetértés. És már sok adjára volt az, hogy a szépapám jószága valami kárt tett. És már nagyon nem értettek szót vele a szomszédok. Egyszer csak ilyen, tudod, amikor a vándorbot helyett lefelé fordított vasvillával megy át valaki a szomszédhoz, meg ott vannak ezek a komoly szerszámnyelek kéznél.
és azt mondják nekik így kicsit sommásan, hogy hát Virág bácsi, megint zabba mentek a lovak. Megint kár esett a veteményünkben. Mondjon már valamit erre. És erre az öreg a fáma szerint azt mondta, aztán hoztak-e kentek tékenőt a béleiknek? Csend, de nem olyan, mint a bevezető végén most. Sokkal súlyosabb csend. És a végkifejletről nincs fáma. Tehát valószínűleg nem volt harc, mert akkor azt is tudnánk. De azt is tudjuk, hogy így nem lehet elintézni vitákat. Azért is maradt ez meg, mert annyira súlyos volt az ellentét, a kimondatlanság vagy az egyoldalúság ebben. És a világnak ezen a fertáján a fel nem oldott karma összegyűlik, és ott van fönt valahol a fejünk fölött, míg nem egyszer egy konfliktus vagy katasztrófa elvágja a szálat, és ránk zuhan az egész. Ránk zuhan ez úgy, hogy több évszázadnyi elintézetlen karmánk volt a Kárpát-medencében, a többi néppel. Több évtizednyi elintézetlen karmánk van egymással. Lehet, hogy több. Egy elvonulás nagyon sok mindenre lehetőséget ad. De az, hogy belül észrevedd, hogy mi a dolgod, mit kell tényleg tenned, hogyan oldod föl az ellentéteket magadban és a szomszédaiddal, az biztos, hogy megjelenik. Miért? Mert feszít. Mert ott a feszültség. Ott a feszültség közted és a család közt, közted és a szomszédaid közt, közted és a szomszédország közt. Amennyire tud előrehajtani a feszültség, annyira káros tud lenni, hogyha nem látod meg a természetét, és nem fogod munkába. Keleten nincs úgy mennyország és pokol, ahogy nyugaton. Van, csak másképp helyezik be a világba, és másképp gondolkodnak róla. De ördög ott is van. És egy japán kolostorban egyszer csak az ördög jelentkezik, hogy szeretne tanítvány lenni. Az emmester ott ránéz, és azt mondja, hogy hát mi minden érző lénynek lehetőséget adunk, mi tudjuk, hogy te vagy az ördög, neked is adunk egy lehetőséget, és akkor mond valamit a házfőnöknek, és ő elmegy. És a házfőnök azt mondta a hivatalviselőknek, hogy ez az ördög végül is szelidíthető, csak egyetlen egy dolgot kell vele tenni, mindig dolgoztatni kell. Hogyha munkába tudjuk tartani, mindent elvégez, gyorsan, hatékonyan, első szóra. De ha nem adunk neki munkát, akkor szörnyű dolgokat tud cselekedni. És hát a szerzetesek már sok mindent láttak, házfőnökkel megszervezték a munkaperiódust, és folyamatosan a nap 24 órájában az ördögnek aludni se kellett, enni se kellett, ugye, mint tudjuk, halhatatlan. Ezért nagyon sokat tudott dolgozni, de egyszer csak elaludt mindenki a kolostorban, és az ördög hirtelen munkanélkül találta magát. És mire visszajött az emmester a másik templom látogatásából, abból a kolostorból, ahova fölvette az ördögöt tanítványnak, semmi nem maradt. Az összes épület felégett, az összes szerzetes meghalt, és amikor a zenmester ezt meglátta, azt mondta, egyetlen hiba is elég, hogy a világ összedőljön. Mi nagyon sok hibát követünk el, de kisebbeket. Amikor ezek összeadódnak, akkor összedől a világunk, mert az elménknek, a duális elménknek, a két szarvúnak, tudod, nem adtunk munkát. Hogy milyen munkát végezne ez az elme, az akkor derül ki, amikor ülsz, és szándékosan nem beszélsz, nem gondolkodsz, nem táplálsz érzelmeket, nem akarsz semmit, csak nézel és látsz befelé. És akkor meglátod ennek a duális elmének a természetét. És hogy miért akarunk mindenáron munkát adni neki, hogy olvasunk, és filmezünk, és elemzünk, és kompjúterezünk, hogy ez az elme, ez állandóan pörögjön, és végezzen valami munkát.
Mert ha nem, akkor szörnyű dolgokra képes, mert csak önmagáról gondolkodik, a legönzőbb, legborzasztóbb vágyai és dühe van, és hogy ettől az önzéstől nem sikerül megszabadítani, akkor mindennek vége. És arra gondoltam, hogy az a munka, ami a nem cselekvés által a miénk, ami a nem gondolkodás, nem mozduló tudat megtapasztalása, az a legjobb, amit adhatunk ennek az állandóan mozogni vágyó, teljesíteni vágyó, bizonyítani akaró elmének, amely a teremtő tudat után az első. Nézd meg, hogy Luciferről mit mond az írás, hogy Isten után az első és a leghatalmasabb az angyalok között. De Isten trónjára tört, az uralkodó akart lenni, a második számúból az első számú akart lenni, és ezért a sötét űr mélyére száműzték őt. Semmi bajod az elméddel, ha ő a második. És ez az első. A nem tudható tapasztalata az első, és minden, amit tudsz, az utána jön. Minden kép, amit faragsz, az utána jön. Minden keletkezett, az utána jön. Lucifernek semmilyen bűne nem lett volna, ha csak jó ördökként dolgozik, és mit csinál? Hozza az információt, hozza a fényt. Az eredeti neve fényhozó vagy reflektáló. És azt az egyetlen egy hibát, amit vétett, attól összedőlt a világ, hogy a második helyről az első helyre akart kerülni, holott arra képtelen volt és alkalmatlan volt. Tehát az önképed az soha nem lesz az önvalód. Az elméd soha nem lesz a Buddha természeted. Az elmédnek adjál duális munkát, a Buddha természetedet meg tapasztald meg a csendben és a mozdulatlanságban, hogy minél jobban lásd, hogy az elméd milyen munkát végez. Hogy ne kövess el egyetlen egy olyan hibát, amitől a világod összedől. És itt, ezen a számomra szent helyen, ahol a természeti karma, az épített materiális karma, és az emberi mentális karma egy magas szintű elvonulást hozott össze. Nagyon nyilvánvaló, hogy mi az első, mi a második és mi a harmadik. Ha gyakorolsz, akkor ez benned is hierarchikusan, együttérzően tiszta lesz. Nem lesznek kétségeid, hogy ki és mi van az első helyen, a második helyen, a harmadik helyen, és így tovább. Ezek a helyezések nem azt jelentik, hogy értékbeli különbség van az ott helyeket elfoglalók között. Csak annyit jelent, hogy funkcióbeli különbség és tulajdonságbeli különbség van. Alapértékében minden jelenség ugyanolyan. És hogyha ezeket a helyeket tiszteljük és megtartjuk, akkor a kapcsolatteremtésünk is helyes lesz, és az együttműködésünk is helyes lesz. Ezt hívjuk bodhiszattva útnak. Ugye az égi madaraknak van fészkük, az erdei vadaknak van barlangjuk, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Pedig nekem volt, még ágyneműt is adtak, idejöttünk ebbe a szép völgybe, és az ilyen emberi pillanatok már pedig az életünknek nagy része ilyen apró pillanatokból áll, és ilyen apró pillanatokban lehet a teljességet, ilyen apró pillanatokban lehet a mindenkivel való összhangot pillanatról pillanatra megtalálni, megtartani és jobbá tenni. De ahhoz egy kis gyakorlatra szükség van. Azért, hogy ez. Ez a tiszta, térszerű, tükörszerű, gondolatmentes, érzelemmentes pillanat, ez mindig ott legyen minden tett mögött, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy tökéletesek vagyunk, éppen ezért ne várjuk el a tökéletességet a környezetünktől sem. És nehogy azt gondoljuk, hogy mindent tudunk, és pláne ne várjuk el azt, hogy a környezetünk ezeket a tudnivélt dolgokat, véleményeket, hiedelmeket
akár félelmeket, projekciókat elhiggye, sőt visszaigazolja. És ha nem igazolja vissza, ugye akkor elkezdünk szenvedni, mert az önképünk sérül, és ha sérül az önképünk, akkor előveszünk egy bicskát, és megpróbáljuk először az önképet helyre faragni, aztán meg a másikat, aki az önképünket elrontotta. Márpedig a szenvedésnek az egyenes aránya az önkép és az önvaló közti különbség. Mi az önvaló? Esik az eső, villámlik, és ha valami kérdésetek van, akkor itt az ideje, hogy feltegyétek őket. Egy kéréssel fordulnék inkább hozzátok. Megkérnélek szépen, hogyha a négy bódhiszatváról, aki előtt minden nap háromszor leborulunk, mondanátok egy pár szót. Hallhatod tőlem, hogy beszélek a gondolatokról, érzelmekről, beszédről és cselekedetről. Ez azért is van így, mert ha megnézed, akkor a személyiségnek ez a négy nagy sávja van, amit jó, hogyha egy irányba viszünk és tisztán tartunk. De a négy nagyszerű bódhiszatva az ennek a megtestesítője vagy kivetülése. És kezdjük egy picikét a legfontosabbal, az együttérzéssel. Ő szanszkritul Avalokitesvara, koreai Kwanseumból száll. És ezt az együttérzést ugye megszemélyesíted, gyönyörű alakja van, egy fantasztikus ilyen angyalszerű lény, és ezelőtt leborulsz, az a benned lévő együttérzést növeli. Hát tudod, hogy azt mi teremtjük a saját tudatunkkal. Az együttérző tudat mindenre képes. Dalai lámának őszentségének volt egy nagyon fontos tanítása, rövidebb, mint a szokásos, és azt mondta, van egy jó hírem, meg egy rossz. És a tanítványok megkérdezték, hogy őszentsége, rossz hír is van? Azt mondja, igen. Melyiket mondjam először? Hát mondja a jó hírt. Jó. Együttérző szeretettel mindent el lehet érni. Hát nagyon szépen köszönjük, hát ez fantasztikus. Akkor most tényleg mondja a rossz hírt, ha már az is van. Jó, mondom. Együttérző szeretettel mindent el lehet érni. Tehát együttérzés, és hogyha az érzelmeidet önzetlenül kezeled, akkor abból együttérzés lesz, mert nem te leszel a legfontosabb. Ott vagy, viszed a testedet, meg a lelkedet, de a másik ember fontosabb tud lenni. Ezt azért, ha másképp nem, szülők előbb-utóbb megtanulják. Ha nem az elsőre, akkor a másodikra, amikor ott üvölt. A lényeg az, hogy biztos, hogy tapasztalsz legalább egy picit olyat, hogy valaki fontosabb, mint te. A második, ugye a bölcsesség, a gondolkodásból az lesz, hogyha jól csinálod, ez Manjushri szanszkritul és Munsubo szál koreaiul. Ugyanaz a képlet, leborulsz előtte, és akkor a gondolataidból belül elkezd bölcsesség lenni, csak azért, mert megcsinálod, mert megteszed. Jijang Bosszál, vagy Kshitigarbha bódhiszatva, ő a helyes beszéd bódhiszatvája, és nem csak az igazságértékű beszéd, hanem az igazsággal 100%-os átfedést mutató beszéd bódhiszatvája. Ilyenek a fogadalmak például, ilyenek az eskütételek, hogy az 100%-os legyen, és a lelkedet megfelelő irányba vigye. És az az érdekes, hogy őnek van egy másik feladata is, a halál után a lelket ő kíséri a magasabb szférákba, ahol találkozik a lélek családjával. És sokáig nem tudtam összetenni a kettőt, hogy mi dolga az egyik működésnek a másikkal. Elég sok. Tehát amit te kijelentesz ebben az életben, hogy te ez vagy, te ezt csinálod, te erre mész, annak van egy minősége, és azt te valójában tapasztalod a testből való kilépés után, hogy te tényleg ki vagy, te tényleg hova mész. Neked mennyi igazságod volt, és mennyi hazugságod, és akkor jó, hogyha valaki egy kicsit segít, és mutatja az utat, hogy erre kéne menni, arra, és arra meg nem. A negyedik, ezen a fertájon nagyon el kell, ő Samantabhadra, Dehengbolyomból száll,
ő a megfelelő cselekedetnek a bodhiszattvája, és azért érdemes leborulni előtte így a tisztelet a buddháknak sorozatban, mert itt valahogy nehezen lesz a gondolatból, a beszédből, az érzelemből cselekvés. Itt vagyunk az absztrakció világában, néha csak a saját világunk érdekel, és nem vágyjuk cselekvésre. Nem merjük, nem akarjuk, kis hitűek vagyunk, és ezért alacsony a boldogságindexünk. Azokban az országokban magas, ahol amit tudnak, meg is teszik. Szinte mindegy, hogy mennyit tudnak, de azt meg is teszik. És a legalacsonyabb azokban az országokban, ahol nagyon sokat tehetnének, de nagyon keveset cselekszenek. És belül marad egy csomó lehetőség, amit nem tettek meg. Úgyhogy ezért borulunk le, hogy tisztább lélekkel, tisztább személyiséggel éljünk és halljunk, mert az eredménye ennek az életnek az lesz a gyökere a következő inkarnációnak. Úgy tessék sáfárkodni a lélek tartalmával, hogy amivel kilépsz ebből az életből, azzal lépsz be a következőbe. Hogy vigyázzunk, mivel azonosulunk, mit kötünk meg, milyen tulajdonságokat dédelgetünk magunkban. És ugye ezek a bodhiszattvák nagyon jó emlékeztetők arra, hogy milyen magas szinten lehet élni. Úgyhogy ezért tesszük ezt, hogy a lehető legkevesebb szenvedést okozzuk magunknak és másoknak, és a lehető leghelyesebb irányt kövessük a felébredés és mások segítése felé. Következő kérdés. Mit csináljak a régi félelmeimmel, hogyan kezeljem azokat? Hol vannak a régi félelmeid? Bennem. Hol? Belül. Mutasd meg nekem a régi félelmeidet. Nem tudom megmutatni. Akkor már kezelted is őket. Rengeteget szenvedünk olyasmitől, amitől már nem kéne. Ennek nagy része, például régi félelem, az a simán emlék. Az már nincs. Viszont folyamatosan gondolunk rá, és helyzetbe hozzuk az agyat. És ettől még akár még a testünkre is szomatizálni tudjuk, hogy ilyen üs vagy fuss helyzetet hozunk létre gondolatban, ezért folyamatosan magas a vérnyomásunk, ugye? Tehát nem lenne muszáj. Tehát tetten kéne érni azt, hogy most, ebben a pillanatban rendben van, hogy esik az eső, de ebben a pillanatban te most itt ülsz és hallgatsz bennünket, felteszel egy kérdést. A régi félelmek azok hol vannak? Ki hozza létre őket? Mi hozza létre őket? Biztos, hogy én. És miért? Honnan? Az elméből, megszokásból. Jó, lehet bármiféle dolgokat, hogy elméből vagy nem elméből, de mi a célod? Miért hozod vissza ezeket a félelmeket? Nem tudom. Jönnek. Nem tudatosan hozom őket. Valószínűleg úgy érzed, hogy ha félsz, akkor valamiféle biztonság, megjelenik valamiféle olyan érzet, hogy te akkor most legalább vagy. Hogyha félsz, akkor legalább vagy. Azonosultál egy ilyen félő önképpel. Bármit meg lehet szokni, tehát borzasztó, hogy mi mindent megszokik az ember, és mi mindenre rászokik, és mindenhez kezd ragaszkodni, csak azért, hogy úgy érezze, hogy valami, hogy ő létezik. A régi félelmek, ezek adott pillanatban, például most, nincsen tárgya. De lehet, hogy belül mégis elkezdesz gondolkozni róla, akkor visszahozod, lassan teszel neki tárgyat is, és ha energiát fektetsz, akkor előbb-utóbb fogsz is találkozni vele. És ez nem fenyegetésből mondom. És ezért vagy itt, hogy a régi félelem, csak engedd őket szépen felszínre jönni, megmutatni az orcájukat, ne hadakozz velük, ne akard elnyomni, de ne is invitáld őket teázni. Szépen hagyd, ezek a régi félelmek megmutassák magukat, ne adj nekik energiát, és
hagyd, hogy szépen tovaszálljanak. Megijedtél? Nem ijedtem meg. Nagyon jó, már egy kicsit kevesebb a régi félelmed akkor. Hol van az együttérzés és a naivság között a határ? Óriási a különbség. Az együttérzés bölcsességgel együtt tud igazán jól működni. A naivitás például az, hogy elvihetem a terhedet, megoldhatom a problémádat, hogy csoda lesz. Az együttérzés tudja, hogy segíthetek neked, de a karmádat nem vehetem át. A feladatodat segíthetek elvégezni, de helyetted nem végezhetem el. A naivitás az ott van, csak itt a szívben legyen együttérzés, és majd minden jó lesz. Nem. Ezt a felnőtt ember tudja, hogy nem lesz minden jó, de együttérzéssel és bölcsességgel sokkal jobb. Tehát például, aki kellően együttérző és bölcs egyszer, az biztos, hogy nem hazudik. Nézd meg. Két oldalról látja azt, hogy milyen elképesztő káros az, hogyha a tettek és a szavak nem fedik egymást. Az együttérzés az nem pusztán érzelem. Az együttérzés az, amikor a falak közted és köztem leomlanak, mert nem gondolkodunk, nem csinálunk ént. És akkor tisztán érezzük, látjuk egymás lelkét és karmáját. Ez félelmetes tapasztalat tud lenni, ezért is óvakodunk tőle nagyon sokszor. És véleményünk van, valamilyen énalkotót itt bevetünk, hogy legyen valami határ, valami fal, amin jó esetben ajtót nyitok neked, ha jól viselkedsz, és tárcán hozod, amit kérek. Ez nem együttérzés. Az együttérzés az, hogy merem lebontani a falat közted és köztem, és nem használom ki azt, amit megtudtam, megéreztem belőled. Tehát csak a te segítségedre és épülésedre használom azt, amit megéreztem belőled. Az együttérzés óriási fegyver tud lenni, és ezért kell, ahogy mondtam, a bölcsességhoz, egy nehogy önző legyen egy pillanatra is, mert a tükörben tükröződő karma az nagyon nyilvánvaló. Érzed, hogy a másik mit érez. El tudod kapni a gondolatát előtte, mielőtt kimondaná vagy megtenné. Érzed, hogy a következő mozdulat ami lesz. És hogyha ezt önzetlenül csinálod, akkor az illető biztonságban érzi magát melletted, és bízik benned. Vannak olyan jó, beleérző képességű emberek, szándékosan nem együttérzőnek mondom őket, akik pontosan tudják, hogy mi megy benned, nagyon jól olvasnak kívül és belül, de nem együttérzőek, mert önzőek. És a saját jövedelmükre több százmilliós vagy milliárdos vállalkozásukra használják azt, hogy nagyon jó emberismerők. Ők is nagyon jól tudják, hogy milyen érzések vannak benned, és a vágygombokat vagy a dűgombokat nyomogatják benned, attól függően, hogy mit akarnak eladni. Ezért mondom, hogy a nem dualisztikus bölcsesség az a cselekvő együttérzés legjobb barátja. Így lehet tiszta, így lehet önzetlen, olyan, mint a madár két szárnya. És így lehet a felébredés felé haladni együtt. Együttérzés nélkül semmit nem érünk. Mint ember, együttérzés nélkül csak ilyen húsvérgépek lennénk. És az együttérzésből lesz a legszebb a szeretet. A kettő nem ugyanaz. Úgyhogy, ha nem ragaszkodsz az énedhez, akkor a te tudatod és az én tudatom egyé válik. Ha ragaszkodsz az énségedhez, a te tudatod és az én tudatom külön válik, és akkor nincs együttérzés. Ezek után jön ennek az érzelmi, értelmi, szóbeli és cselekedetbeli artikulálása. De ez alapjában a tér és a tudat az egyik és a másik egyé válása és átérzése. Ehhez nagyon erősnek kell lenni, hogy ne folyj bele a másik karmájába, ne akard megoldani helyette, ne tud jobban.
Például együttérzéssel vezérelt bölcsesség arroganciamentes lesz. Az a bölcsesség, amelyből kivész az együttérzés, abból csak tudás, többet tudás, jobban tudás lesz, csak egy ilyen gúnyos, arrogáns karakter lesz az eredmény. Nézd így. Következő kérdés. Beszéltünk az előbb arról, hogy a szenvedéseink forrása a személyiségünk és az énségünk közötti különbség. Az önképünk és az önvalónk közti különbség. Szenvedésünk nagy forrása sokunknak, hogy erre ugye nehezen akarjuk ezt észrevenni, vagy nehezen akarunk erre felfigyelni, vagy tudomásul venni. Hogy erre mi a lehetőség, vagy a megoldás, hogy ezt erre rájöjjünk, vagy ezt csökkentsük. Hát ezzel foglalkozunk itt, egyébben sem foglalkozunk. Ugye azért jöttünk, azért gyakorolunk, hogy ezt észrevegyük az önképet, amit gyártunk. Azért van az, hogy gyakorlás közben, elvonuláson például ugye kikapcsoljuk a telefonokat, egy impulzussal kevesebb. Nem beszélgetünk, csak úgy, még egy impulzussal kevesebb, ugye a beszélgetésünknek nagy része általában önigazolás. Tehát nem funkcionális beszélgetés, hanem azt mondjuk, hogy jaj, hallottad azt, hogy idő, és ettől rögtön ez, hogy hallottad, nekem több információm van, érdekes vagyok egy kicsit, akkor már egy picit több figyelmet kapok, akkor több energiát kapok, és szépen az önkép, egy jól informált, vagy egy pici hatalommal rendelkező énség ott megjelenik, és ott lakmározik. Tehát azért kapcsoljuk ki ilyenkor ezeket az impulzus csatornákat, amennyire csak lehet, hogy az teret adjunk, tehát teret csináljunk annak, hogy észrevegyük ezeket a működéseket, amiket nem is akarunk, hogy nem is feltétlenül tudjuk, hogy működik, és magunknak hiszünk mégiscsak. És ahogy ezeket mondjuk a csend által elkezdjük észrevenni, akkor az elején általában nem valami kényelmes érzés ez. Néha még kicsit levisszük fizikai fájdalomra is, néha érzelem lesz belőle, néha ez, de amit kérdeztél, az pontosan erre irányul a gyakorlat, hogy ezeket a tükörnek ezeket a szennyeződéseit, ugye az önvalóról az önképet úgy vakargassuk le, hogy pillanatról pillanatra lehetőleg azt lássuk, ami van, mert az önvaló az tisztán át, tisztán működik, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Az önkép, azt pedig folyamatosan újra kell festeni, mert egy picit lerepedezik, akkor már nem tetszik annyira, ráadásul az kőbe van vésve. Az nem változik. Nem alkalmazkodik a szituációkhoz, és meg akarja magát tartani, amennyire lehet. Ezért azon a helyen, ahol mondjuk erős az önkép, azon a helyen lehet téged megvezetni. Tehát ahol például a dühöd van, ahogy az előbb hallottad, ott lehet neked eladni egy pisztolyt, mert nem látod át. Tehát a lehetőség leborulás, éneklés, ülőgyakorlat, sétáló meditáció, koaninterjú, és ennek a napi gyakorlása, a koaninterjúnak nem, mert azt elvonulásokkal szoktuk inkább. Ha naponta mondjuk annyit teszel, hogy háromszor leborulsz, csak háromszor borulj le, amikor felkeltél, már akkor tettél egy rendszeres gesztust annak érdekében, hogy ezt az egészet, amitől mondjuk szenvedsz, meg tud kérdőjelezni, hogy meg tud kérdezni, hogy mi ez, amikor nagyon szenvedsz. És már ez hatalmas előny sokszor, hogy nem azonnal ütsz, nem azonnal szenvedsz, hanem veszel legalább egy lélegzetet. A gyakorlat ebben segít. Aztán meg talán két lélegzetet is tudsz, aztán a következő pillanatban felismered azt, hogy ezek a dolgok nem jók, nem rosszak, hanem lehet őket felhasználni erre, meg arra. Ez a saját tulajdonságaink ugyanígy van. Tehát hiába akarsz te kung fu mester lenni, hogyha nincsenek meg hozzá a kvalitásaid. Az egy illúzió. De ha például mondjuk akarsz egy kemencét építeni, veszed a téglákat, és akkor mondjuk az elsőt lehet elrontod. Lehet a másodikat is elrontod. De ha csinálod, akkor előbb-utóbb, amiben energiát teszel, előbb-utóbb csiszolódik. És nem előbb-utóbb csiszolódik, hanem ez nincs vége soha. Tehát egy
egy pici dolognak a tökéletesítése néha évezredekbe telhet. Tehát csak csináljuk. Köszönöm szépen. Ha a hétköznapokban visszamegyünk, és úgy érezzük, hogy az a tér, amelyik belakunk már nem tiszta a mi viselkedésünk következtében, hogy csak simán a gyakorlás által ez idővel megtisztul. Sőt, anélkül biztos nem. Lehet például egy megbánó szertartást csinálni, hogyha úgy érzed, hogy tényleg valami kapitálist követtél el, és nagyon rosszul érzed magad, bűntudatod van. Hogyha ez mondjuk más családtag felé érvényesült, akkor egy karmatisztító szertartást, ami a bűnbánónak vagy megbánónak egy kölcsönhatásra interaktív mi voltra épülő változata. Tehát valahogy egy kaput föl kell állítani, hogy ezen én átmegyek, és már nem leszek olyan, mint aki voltam előtte. De ezek a szertartások, más hagyományvonalakban a beavatások, azt már itt mindenki tudja, hogy zenben nincs ilyen, egy csomó minden egyéb nincs, és talán jobb is, egy kicsit felnőttebb vagy, önállóbb. De nézd meg, hogy egy helynek az atmoszféráját mi formálja. Az előbb már szóltunk arról, amikor a négy bódhiszatváról volt a kérdés. Ez nem rejtély. Ez megismerhető, tapasztalható. Egy adott térben jelenlévő ember vagy emberek gondolatai, érzelmei, beszéde és cselekedetei. Ezek azok, amik a teret megformálják. Emellé jön az épített környezet, és emellé jön a természeti környezet. És ez a három adja egy hely karmáját. Úgyhogy nézd meg, hogy mit kell átrendezned belül, mennyi gyakorlatot tudsz elvégezni naponta, és a kettő legyen arányban. És akkor mindent meg lehet tisztítani. Miért? Mert a karma mulandó, feltételhez kötött, és tökéletlen, vagy tulajdonságok nélküli. Tessék ezt a három törvényt mindenkinek a saját oldalára állítani. Akkor nem szenvedsz a mulandóságból, hogyha nem ragaszkodsz érdemben semmilyen jelenséghez. De tartsd ki a családtagod mellett, de tudd, hogy mind a ketten meg fogtok halni, vagy mindannyian. És a másik, ami a feltételhez kötöttség, olyan viszonyokat hoz létre, amely kölcsönösen jó, kölcsönösen vihető, kölcsönös elkötelezettséggel jár, nem csak egy oldalú. És a tökéletlenség, ez a kedvencem, hogy ne egymásban keressük a hibát, hanem a sajátjainkat szeressük megoldani, és ezzel inspiráljuk a másikat is arra, hogy ne ilyen hibakereső fémradar üzemmódban legyen, hogy lát egy gyenge pontot, egy hibát, és rögtön lövi. De a sajátját azt nem. Tehát más szebbében a szálkát azt azonnal, a gerendát a sajátjába soha. Úgyhogy tessék ezt a három törvényt úgy az oldaladra állítani, hogy nem ragaszkodsz semmilyen önképhez, énséghez. És ekkor az a tér, ahol vagy tiszta. Csak az énségünk szennyezi be a teret, semmi más. Jó? Szívesen. A tértisztításhoz ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni, ugyanis az én rendelőm elég ideális helye van, egy hatalmas tömbháznak az alaksorában, plusz néha úgy érzem, hogy a tömbházból lefolyó sok szennyem ott nálam megállt, és a sok fájdalom, meg szenvedés, amit családok ott hagynak, az még ráadásnak ott van, és meg szerettem volna kérdezni, hogy van valamilyen mantra, vagy praxis, amivel ezt tisztítani lehet így a teret? A tudatot lehet, és ez a kvanszemból mantra, és hogyha belefér ott a kliensek tolerancia hányadosába, akkor tessék egy házi oltárt csinálni a rendelőben. Gyertyával, füstölővel, friss vízzel minden nap, és egy kis rituáléval kezdeni, és egy rituáléval végezni. És a kvanszemból mantra, amit ott énekelsz belül, akár napközben is, hiszen mentálisan üres járatok is vannak, amikor már pontosan tudod, hogy mit csinálsz az elkövetkezendő 20 perc fél órában,
Hát belül egy kvanszemboszám mantra szól, és az elkezdi ezt az egész asztrálmocskot oldani. Azt a karmát, amit az emberek bevisznek. Néha betegebben megyünk haza a kórházból, mint ahogy oda mentünk. Úgyhogy itt is oda kell figyelni, hogy mit engedsz, kit engedsz. És hogyha olyan a felhozatal, akkor meg kell tisztítani ezt az egészet. Miért? Hogy ne vidd haza. Tehát a családodnak semmi dolga ezzel. És a leborulás is jó, feltéve, hogy a körülmények megengedik. 108 leborulás így a nap kezdetén azért az elég combos. Tehát azt nagyon-nagyon jól lehet érezni, ha mondjuk már 100 napig csináltad, és kanszembosszát énekelt, és gyertyát gyűjtött, és mielőtt az első kliens jön, elótasz mindent. Aztán, amikor vége van a napnak, akkor megint. Ez munkás. De hogyha ebben a térés tudat, ami nem különbözik, kérem szépen, tehát a térés tudat, az két ajtó ugyanabba a szobába. És a szoba közepén ott van egy asztalon egy drága kő, ezt hívják pillanatnak. Okay? És ha ezt beleteszed, akkor nagyon megváltozik a tér is, meg azok a tudatok is, akik oda bejönnek. Az a kérdésem, hogy van rá egy konkrét magyarázat, hogy mi az az értés, amikor ismeretlen emberekkel egy szó nélkül van az az érzés, mint a másik. Teljesen mindegy, hogy van-e rá magyarázat, vagy nincs rá magyarázat. Mert ezt érzed. Sung Sanzen mester azt mondta, hogy csak ahhoz, hogy egymáshoz súrolódjunk az úton, ennyihez, és tovább menjünk, és soha nem látjuk egymást, mert ahhoz több ezernyi előző élet kellett, hogy ez összejöjjön. És nem kell nagyon-nagyon erős logika, vagy paraszt logika az, ahhoz sem, hogy csak abba belegondolunk, hogy mennyi ember van a Földön, mennyi atom van a világegyetemben, és mi mégis itt ülünk pottyondon, a völgyben, egy szép teremben. Hát mondhatjuk véletlennek, de inkább a véletlen helyett van, azt mondanám, hogy van átlátott karma, és nem átlátott karma. És a magyarázat, nem biztos, hogy kell magyarázat egyébként. De hogyha ezt érzed, az a kérdés, hogy ezzel mit kezdesz ezzel az érzéssel. Tehát nem, nagyon ragaszkodunk sokszor a magyarázatokhoz, mert úgy érezzük, hogy akkor azzal egyrészt birtokoljuk, másrészt meg kontrolláljuk is azt a valamit. De hogyha birtokolni akarjuk, meg kontrollálni, akkor általában megfagy, megbénul az a dolog. Ezért van az, hogy térünk pillanatról pillanatra ide-vissza, és úgyis csak most lehet bármit tenni. Magyarázni, nem magyarázni, kinyújtani a kezünket, nem kinyújtani a kezünket. És mindegy az, hogy találkoztatok előző életetekben, vagy nem találkoztatok előző életetekben. A lényeg az, hogy most a szituációt helyesen látod-e, a kapcsolatot fel tudod-e venni helyesen, és helyesen tudsz-e cselekedni. Mert hogyha még fogtok találkozni a következő életetekben, akkor ez lesz annak a gyökere a következő találkozásnak. És igen, vannak olyan emberek, akik már egy jó ideje gyógyítanak, jót tesznek, és mégiscsak zuhog rájuk a mindenféle baleset, szerencsétlensége, ahogy mondják. De tudni kell, hogy az is mulandó, és a jó karma is mulandó. Most mit hozol létre? Ez a fontos. Ne hozz létre semmit. Csak lásd tisztán, hajd tisztán, cselekedj tisztán. Ha éhes vagy, egyél, szomjas vagy, igyál. Valaki éhes, adj enni neki. Valaki szomjas, adj inni neki. Sokat gondolkoztam azon, hogy egy helyen meddig van dolgok, ingyenesből jövök, és nagyon nehezen találom meg a helyen, mert úgy érzem, hogy nagyon-nagyon más dolgok érdekelnek, és ettől nagyon sokszor szenvedek.
Na de mitől? Olyan jó a sajt odafönte. Hagymával, kis puliszkával. Sára Ferit ismered, vagy ismeritek? Jó. Szóval ő az, aki tudta, hogy neki ott van dolga. Oda is költözött. Le is települt, és most Gyimesibba Gyimesinél. Csángóba Csángónál. És én a táncházban is találkoztam vele a 80-es években, és aztán 4-5 évvel ezelőtt fönt a Gyimesben is. Hát ő akkor már teljesen visszavadult, mert neki ott van dolga. Hova vezet az utad? Olyan helyekre mész? Mi a dolgod? Olyan helyre kerülsz, mész, ahol azt megvalósíthatod. Tehát ne azt nézd, hogy egy adott helyen jó vagy rosszul érzed magad, nézd meg azt, hogy kikkel vagy körülvéve, milyen társaságban vagy, és hogy ezt akarod-e. De alapvetően mi a dolgom? Erre a kérdésre találd meg a választ, ez kirajzolja az utadat, az utad a helyeket. Szívesen. Egyéb kérdés? Nemrég a 6 éves fiúmban kellett vásárolnunk egy biciklis bukós isakot. Elmentünk megvásárolni, és mi kinéztünk egy olcsót, jó volt. Igaz, úgy nézett ki, mint egy biri, de olcsó volt, és megfelelt a célnak. Ő viszont egy kétszer drágábbat szeretett volna. És ő azt nagyon akarta, nagyon szerette, és a végeredmény az lett, hogy csak megvásároltuk. És az igaz, hogy nagyon örvendett neki, lehet, hogy még boldog is volt tőle, jól is állt. Aztán lehet, hogy másik nem is állt volna jól, tényleg az, hogy pedig fejlett volna tőle. De hogy tudjuk ezeket a helyzeteket úgy lekezelni, hogy ne az maradjon meg benne, hogy akkor az ő akarata teljesült a szülei akaratával szemben, és mi se érezzük azt a kicsit olyan nyomasztó érzést, hogy na, egy 6 éves nemet mondó, aki mindenre csak nem, hogy megint az ő akarata teljesült, illetve hogy elveszítettük ezt a csatát. Hát találkoztam én is ilyen jelenséggel, bár még nincs akkora gyerekem, hogy neki biciklis sisakot kelljen venni, de azért van egy unokaöcsém, akinek kell ezt azt néha venni. És hát ez, hogy eljutott idáig, hogy őt valamiféle márka, vagy valamiféle dolog már nagyon van, és nagyon ragaszkodik hozzá, ehhez gondolom van egy út, és rengeteg sok hatás éri a gyereket, és sajnos nem te vagy az egyetlen. És amit tehetsz a gyerekekkel, megérzésem szerint, és most nem tudok akkora bölcsességeket mondani tapasztalatból, mert hogy neked több van és nagyobbak. De hogy teremtesz egy olyan teret, ahol otthon érzik magukat, tudnak játszani, fejlődni, és biztonságban érzik magukat, és megbíznak benned, és az megbíznak benned, ez talán kulcs. Hogy megbízzanak benned, és amikor valamiféle krízis van, akkor ugye ne a konditeremben a éppen aktuális izompacsirtától kérjenek egészségügyi tanácsokat, hanem mondjuk téged is hallgassanak meg. És hát ez nem könnyű, hogy akkor a gyermeknek azt mondja, hogy igen, akkor most ezt nem vesszük meg, vagy ezt megvesszük. Hát előbb-utóbb úgyis valahol meg kell egy határt szabni, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami már nem fér bele. És ezt, hogyha következetes, és a nem az nem marad, és az igen, akkor azt talán egy idő után elfogadja. Hogyha emellé párosul egy olyan belső, hogy nem belső munka, egy olyan belső tér, egy olyan példakép, ami ezt alá is támasztja. Csak van egy olyan, hogy amit elrontottunk mi az életünkben, azt szeretnénk, hogyha gyerekeink hoznák helyre magunkban. Tehát vizet prédikálunk és bort iszunk, ott a gyerek érzi általában, és a gyerek ezt meg is támadja általában, mert ő a te jelenlétet, össze van kapcsolva veled energetikailag,
és azokat nyomkodja, ahol neked van valamiféle gyengeséged, meg olyasmi. Tehát alapvetően egy gyerekem 6 évesről volt szó? Alapvetően 6 éves az még eléggé össze van kapcsolva még a szüleivel ahhoz, hogyha magadon dolgozol, magadon letisztáz ezeket a dolgokat, akkor az valamennyire áthat rá is. Most, hogy ez hogy csapódik le egy bicikli sisak vásárlásnál, azt a fene se tudja. De ne rágd magad, tehát vagy vedd meg, vagy ne vedd meg, de utána ne gondolkozz rajta. Az előbb említettem a karma három aspektusát, a mulandóságot, feltételez kötöttséget és tökéletlenséget. És mivel az én kis gyermekem még csak 1 éves, tudom, hogy a küzdelmek nagyrészt még előttünk vannak, de már most mutatkozik, hogy milyen elképesztően akarja azt, amit akar. És mivel még így a fogalmak szintjén nem tud kommunikálni, ezért még feltételeket sem tudok szabni, és nem tudok olyan tanítást adni, ami alapján egy picikét az elméje úgy belátóbb lenne. A 6 évesnél már lehet. Hogyan használhatod fel ezt a hármat? Az egyik a tökéletlenség. Azt mondja, hogy neki ez kell. De akkor, édesfiam, jobb nem kell, ugye? Csak ez. Rosszabbat nem akarsz, a Billy nem jó, de ennél jobbat se, ugye? Akkor belőttük, hogy ez van. Na, ha ez van, ezt milyen feltételekkel kapod meg? Mert ez 2-szer drágább, mint a Billy. Akkor viszont te ezért ezt és ezt és ezt teszed. Tegyen le valamit ő is az asztalra. Hú, nagyon fog alkudozni. Nagyon. Ezt meg kell tenni vele, hogy nem feltétel nélkül kapja ezt, hanem feltétellel. És a másik a mulandóság, mert édesfiam, te 6 éves vagy, és ki fogod nőni. Akkor ugye odaadhatjuk másnak, és nem fogsz hozzáragaszkodni, ha már 2 számmal nagyobb lesz a fejed, és nem megy rá. Ugye? Tehát a tied egész addig, amíg ki nem növöd, ezt és ezt leteszed érte az asztalra, és drágábbat nem veszünk, így már más. Tessék ezt a hármat mindig belőni, amikor ilyen vágytermészetű, vagy uram, bocsán, rosszabb esetben dűtermészetű problémák vannak. Oké? Mert az igaz, hogy ki sírja, teljesen ki sírja, ki erőszakolja a kis lelkével, hogy az legyen, amit ő akar, mert nincs béke, állandó nyüszögés van. Állandó valamilyen játszmázás van. És a játszmákat így lehet szépen kiegyenesíteni, letenni az asztalra, és egy folyamatot elindítani. És akkor ő is látja, hogy mi ez a világ. Jó? Köszönöm. Akkor megkérdezem, hogy kell-e legyen valami határa a gyerek és a szülő között, amit mondjuk a gyermek nem lép át? Na ne. Már az elejétől fogva. A gyerek nem a barátod. A szülő nem pusztán egy szolga. Barátságos a viszony, szolgáló néha az, ami történik, hiszen szolgáljuk őket, aztán, ha jól csináltuk, ők is minket. De itt van egy hierarchia. Tehát a Hellinger terápiában van egy ilyen mondás, hogy én vagyok a nagy és erős apád, te pedig a kicsi fiam. Miért van ez? Ez a mészerkezetben a teremtő és a teremtett közti határ megvonása. Én vagyok a teremtőd, mert én hoztalak ide, én adtam neked testet, te pedig a lelkeddel ide jöttél. Én vagyok az első, te vagy a második. Én vagyok a teremtő, te vagy a teremtett. Én viselem a felelősséget, érted, tehát korlátozom a szabadságodat, ha kell. És ezek kőkemény vas törvények, mert ha nem ez van, megesz a gyerek, és darabokra szed. Látom az anyáktól is a bólogatást. Tehát az anyai feltétel nélküli szeretet, igen, van ilyen, de az anyák pontosan tudják, hogy kell a gyereknek a gombjait úgy forgatni, hogy az azt csinálja, amit akarsz, és közben. Jaj, de szépen mosolyognak, hölgyeim. Na, szóval az apa pedig a feltételhez kötött szeretet sokkal inkább, és ezekkel a törvényekkel így bánni. Nagyon jól. De alapjában véve ezek átfedést mutatnak, csak a női oldal másképp érvényesíti, mint a férfi oldal. És itt az idealizmus, a naivitás, a gyengesség, ezek halálos mérgek. És a gyerek rútul kihasználja, ráadásul el is sajátítja. Tehát ezt nem.
Úgyhogy ezt a hármat mindig kell nézni. Ez a három alapeset, hogy a karma milyen. És akkor neveled is a gyereket, meg határt is szabtál, és jó, kétszerint el kellett költeni egy biciklis sisakra. Igen, és mit tett érte? Lehet, hogy amit tesz érte, amit megígér és végrehajt, az sokkal fontosabb. Tehát még dolgozik is a saját neveltetésén az, hogy nyit egy ekkora rést, ahol te kérhetsz valamit cserébe a sisakért. Nézd meg. Jó? Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Ugyanez a téma, csak most szülőként szeretném, hogy tudom kezelni, például olyan probléma van, hogy másik nagymamámok szeretne, mert egész nap lehet a tévét nézni. És akkor a szülők ezt mondják, hogy hát a gyermek, én mondom, elviszem biciklizni, olvasok mesét, kint vagyunk, mászunk a létrarról, de a tévénézés nem engedte. És akkor, tehát ezek a játszmák, ezt látom, hogy benne csak én azt érzem, hogy a gyerekeimmel ugyanezt a küzdelmet végigvittem, és megvan az eredménye, és akkor most az unokámmal is megint ugyanebben, hogy nem teszel kedvére. Hát sajnos érdekesebbnek kell lenned, mint a tévé. És ez nem könnyű. Mert sok a villanás, sok a pixel, nagyon el van a gyermekeknek a figyelme, ugyanakkor én nem tudom. Én azzal egyetértek, hogy nem engedem a tévézést, esetleg lehet réseket hagyni, hogy jó, akkor ennyit ettől eddig, mint az előbb. Most már megtanultam is, mit teszed azért, hogy a tévét nézhest. Tehát azt látom én is, hogy az, hogy de hát olvasni nagyon jó, és belső képalkotás, mit tenni a gyereknek, mit érdekel engem a belső képalkotás? Annyi külső kép van, amit akarok. De így nézik a telefon, mert nem néznek semmit, csak így egész nap így pörgetik, bombázzák szét a fejüket, és ha ezt csinálja egész nap, te hiába mondod, hogy már pedig nálam, annyi lesz, hogy nem megy hozzád. Nem tudom. Hogyha valami érdekeset tudnál valahol, csak van valami szeretettér, mivel hát csak az unokád. Csak van valami olyan szeretettér, amit ő szeretné. Sütemény, nem tudom. Persze azt sem lehet állandóan csinálni, csak létrehozni egy olyan teret, ahol tényleg, ahol meg tudja ízlelni azt, hogy ez az állandó görgetés, vagy az állandó tévénézés, az annál van valami jobb. Tehát az élet valahol egy picit jobb. Ha nem biciklizni szeret, akkor pecázni, ha nem, akkor mit tudom én mi. Persze ezt unokával nehezen, mert annyi energia van, hogy borzasztó. Hány éves? 4. Akkor még ez van. Igen. Mert 7 fölött már tényleg olyan beszélgetéseket lehet vele folytatni, hogy ha te tényleg érdekesebb vagy, mint az internet, akkor esélyed van arra, hogy inkább veled. De tényleg nincs más. Tehát a mostani generáció, az a legnagyobb veszély az a digitális ragaszkodás valamilyen felülethez, valamilyen képernyőhöz, mert nagyon fiatalon kiégeti az elméjüket, és mélyebb megismerésre, komplex képalkotásra, imaginatív, kreatív dolgokra képtelenek lesznek. Ez kb. Olyan, mint amikor csak szénhidrátot etetsz valakivel. Nem tudja később a zöldséget, meg a zsiradékot rendesen emészteni, és a szénhidráttól csak szét fog menni. Úgyhogy kitaláltuk a gyors éttermet, kitaláltuk a hatékony fogyasztói társadalmat, és közben pedig az elménket ezekkel az eszközökkel kezdjük nullára írni. És a gyerekeknél ez elképesztően veszélyes. Úgyhogy uram, bocsá, a szülőkkel is beszélni kell, ugye, hogy azért nézzék meg a gyerek versenyképességét, hogyha képernyőzik, tévézik, stb. Hát én még olyan korban nőttem föl, ahol 2 darab csatorna volt, hétfőnként adásszünet. Ismerős ez, urak, hölgyek? Volt ilyen időszak. Nem volt ez olyan rossz. Hétfőnként beszélgettünk apámmal, anyámmal is, de apámmal a legmélyebbeket. Elmentünk a Városligetbe sétálni. És ha te érdekesebb tudsz lenni, ahogy mondtuk, ugye Barna először, és olyan témákat nyitsz meg akár a 4 évesnek, hogy kíváncsi, és beszélgetsz.
és vezeted a kis elméjét egy nagyon-nagyon jó helyre, ahol esetleg megtudhat valamit, és közösen felfedezitek, ha te nem tudod a választ rögtön. Ez rengeteget jelent. Tehát, hogy nem elembertelenedni egy képernyő előtt, hanem megtartani az emberi kölcsönhatást, bár sokkal nehezebb. Mert a képernyő az nem szól vissza. Megszólal, ha egy hangot lejátszol a hangszóróján. De nem szól vissza. Tehát az nagyon könnyű. És az aduász később az lesz, hogy az iskolában azok fognak nyerni, akik jobban figyelnek. És ez figyelemromboló is, ez a képernyőzés. Úgyhogy kevés eszközöd van, de azt tessék használni. És te persze szeretet, mint aduász, ez egy nagyon komoly kártya, de nem biztos, hogy rögtön hallgat rá, úgyhogy ne törd össze a szívedet azért, mert nincs rögtön eredmény. És az életküzdelem? Végig küzdötted a gyerekeiddel, végig kell küzdeni az unokákkal is. Azt szeretném kérdezni, hogy nem élő szülővel kapcsolatosan, azon kívül, hogy felismerjük azt a rány vagyott karmát, amit ugye viszont tovább van-e valami feladatunk vagy tovább. Ha úgy érezzük, hogy megfelelően sikerült elbocsutni, vagy éppen úgy érezzük, hogy nem sikerült. Melyik, hogy úgy érzed, hogy megfelelően sikerült? Vagy úgy érzem, hogy nem. Úgy érzed, hogy nem, akkor erre mondjuk pont vannak ilyen búcsúzó szertartások. Az egyik az az őstiszteleti szertartás, ahol tulajdonképpen visszamenőleg az egész családfádat így meghívod a térbe, tanítást ajánlasz fel nekik, és megadod a lehetőséget annak, hogy a te jelen pillanatodat, hogyha nem kell, nem feltétlenül kell, akkor ne szennyezzék. Tehát, hogy ne a halottak éljenek rajtad keresztül, ne az ők problémái, ne az ők maradvány karmái, hanem vállald el a sajátodat. Erre van szertartás, de egyébként a halott búcsúztató szertartás is erről szól. És ami maradt karma, az pedig az én feladatom. Tehát amit felismertem, hogy valam, hogy az dolog, azzal... Nem feltétlenül olyan, hogy akkor a kirakatnak a felét eltávolítottuk, és akkor most marad a két próbababából egy próbababa, de ugye egy pont után tudjuk, hogy nem hibáztathatjuk a szüleinket, hogyha felnőünk. Tehát egy pont után felelősséget kell vállalni a saját életünkért, és ha úgy érzed, hogy ez mondjuk nem sikerült, ez a búcsúzás rendesen, és még mindig valamiféle olyan zavaró energia van benned, ami valahogy kényszeres, hogy úgy mondjam, akkor ez a gyakorlat, meg ezek a szertartások, ezek tudnak segíteni abban, de akár egy családállítás is, bár az egy másik téma. Tehát vannak rá módszerek, hogy ezt átlásd, visszaadd akár, és miután visszaadtad, nagyon fontos, hogy mindig az ilyen a terápiák mellé legyen az családállítás, vagy pszichoterápia, vagy bármi, hogy mellé valamiféle realizációs praxist tegyünk, tudnélék, hogyha valaki ezt kívülről belenyúlkál, és van egy hirtelen katarzis, és akkor azt mondjuk, hú de jó, meg izé, utána, hogyha nem integrálod ezt az egészet, akkor te pepitában újra fogod építeni ugyanazt, hogyha nincs mellette egy olyan praxis, ami ezt így megpróbálja átlátni, és nem, akkor már nem akarja újraépíteni. Először az akaratról akartam kérdezni, de közben az is bejött, hogy a ti tartással együtt az akaratról tudnátok beszélni? Miért beszéljünk róla? Csinálni kell. Tudod csinálni azt, amit akarsz? Meddig? Meddig akarod. Hát akkor kitartás is van, akkor ne fárasszál engem ezzel. Kérdezz valamit, ami nem megy. Azt mondtad, addig csinálod, ameddig akarod, akkor kitartás is van. Nem? Az az alapképlet, hogyha csak magunkért, magunknak akarunk valamit, először nagyon nagy a motiváció, aztán leesik. Úgyhogy ha rászokunk arra, hogy ne magunkért elsődlegesen, hanem mondjuk minden lényért, a népünkért, a családunkért, a párunkért, ez az elsődleges, és abban benne vagyunk mi is, és mi egy része vagyunk egy nagyobb egésznek. Ha ezt az ember megszokja, mint szemléletmód, az elején egy kicsikét úgy munkás, hogy
mi jól nekem ebben, miért szeretsem én ezt, miért csinálja, amikor én ilyen nagyon kicsi részt foglalok el benne. De egyszer ezt megérzed, hogy ez mennyivel másabb, mint a puszta önös akarat, akkor mintha végtelenre töltenék az üzemanyagtartályt. Csak lelőni lehet. De megállítani azt nem. Úgyhogy a zen ezért is jó, mert lebontja azt az én falat, ami mögött az akarat gyenge. Mert csak saját magáról szól. És ha valakinek gyenge az akarata, akkor érezze meg, lássa meg, hogy ez az önzés miatt gyenge. És hogyha más is benne van, akkor acélos tud lenni, mert a másik ember hirtelen fontosabb lesz, mint te. Soha ne akar saját magadért csak valamit. Használsz-e ezzel másnak? A Védákban van egy ilyen tiltás, hogy ne gyújts tüzet csak saját magadnak, ne főzz egyedül. Nézd meg. Ha tüzet gyújtasz, melegedjen mellette más is. Ha főzöl, részesedjék belőle más is. Egyéb kérdést tehessék? Egy olyan kérdésem lenne, hogy átláthatatlan személyiségben lehet lépni a felébredés. Elkerülhetetlenül bekövetkezik a folyamatban, hogy a személyiség átvilágítódik. El kell, hogy következzen, és nem lehet teljesen átvilágított személyiséggel előre dolgozni. Tehát szükségszerű, hogy az úton fedett karmákkal és önismeret hiánnyal küzdve mész. Ez is a hajtóerő része. Ugyanakkor, mint ahogy a versike is mondja, megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. És ez egy picit a kognitív és analizáló elmének egy kis ilyen lónyugtatót bead. Mert nem kell, ugye, minden, a lényeg, a por és a lényeg áthatják egymást. A legkisebb és a legnagyobb áthatják egymást. Azt érezzük, hogy ezt teljesen átvilágítani még egy porszemet sem lehet. Nem, hogy a személyiséget. Hát képzeld el most azt a sok milliárdnyi sejtet, ami benned van. Egy kb. Azt mondják, én elhiszem olyan szépen, hogy kb. Annyi sejted van, mint a hány csillag az univerzumban, vagy csillagrendszer. Tehát vannak ilyen analógiák. Hogy lehetne már átlátni mindent? A két szemünk van. De az elég. Ezzel a két szemmel egy csomó mindent át lehet látni, és egy csomó mindent lehet csinálni, és igen. Az, ami van, az pont minden, egytől egyig minden jelenség teljes. A buta természet egytől egyig mindenben megvan. Látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. És ez elég. Itt? Felmerült egy mondat erejéig az iskola téma, elég sok fejfájást okoz nekünk, hogy ugye a férjemmel mind a ketten a tanügyben dolgozunk, és azért látjuk, hogy rengeteg olyan információ van, amit a gyerekekre rá kényszerítenek, amit nem feltétlenül látunk hasznosnak. És úgy billegünk, hogy mégis azért tehát, hogy iskolába adni a gyereket, mégis tanítatni kell. De hogy mit lehet mondani neki, hogy akkor, ami nem fontos, ne tanulja meg, vagy... Meg kell tanulni, mert át kell menni a vizsgán. Zárt helyt meg kell írni, vagy nem tudom most, hogy hívják, nálunk dolgozat volt, aztán lett. Ami nem fontos, de meg kell tanulni, azt tanulja meg, és tegye oda, hogy nem fontos, miután levizsgázott. És ami érdekli, ami fontos, akkor azt pedig oda tesz, hogy igen, ebből le is vizsgázom, és fantasztikus, és megjegyzem, és egy életre a szívemben tovább viszem. Úgyhogy meg kell adni, ami az istené, az az istené, ami a császári, az a császári. Tehát ez a világban mindig így volt. Most egy kicsit elválik a két oldal egymástól. Nagyon.
Tehát, hogy amit kell és amit lehet, amit meg szeretnél és meg kell tenni, ez a külvilágban nagyon elválik. Főleg az iskolákban. Egyre inkább ilyen kognitív libatömés folyik, és nem bölcsességnek, átlátottságnak, helyesen bevitt tudásnak a művelése. És ez nem csak azért baj, mert mi ezt így gondoljuk, hanem azért, mert megnézed a gyereket, aki kijön az iskolából, tele van adattal, és semmit nem tud. És azért, mert így tanították. Nem lát összefüggéseket, nincs nagyobb távlat, adathalmaz, képességek és valami pénzkereső foglalkozásra való ésség van, tisztelet a kivételnek, mert vannak kivételek, csak a nagy tendenciák erre mutatnak. Hogy engedelmes, jó, jól informált, jól művelt adófizetőkre van szükség, és nem pedig bölcsességgel, együttérzéssel bíró, autonóm, saját útjukat járó emberekre, akik képesek együttműködni. Az, hogy ezt, amiről most beszéltem, mint a válasz második fele, ezt máshol fogja megkapni, és nem az iskolában, erre föl kell készülni. Úgyhogy az iskola pontosan arra jó, amit a tanterv enged, és a tanárok megvalósíthatnak belőle. És itt el kell viselni azt a tökéletlenséget, ami benne van. És a gyereket, ha kell otthon megtanítani arra, hogy na kisfiam, kislányom, most ez a fontos, az meg nem fontos. Hogy beszéljünk róla, hogy szerinted mi a fontos, és a világban ez hogy működne, hogyha megvalósulna a gyönyörű eszed járása szerint. Úgyhogy van itt feladat tanerőként is, meg szülőként is. Még egy ehhez kapcsolódó kérdés, hogy mostanában elég divatos az otthon tanítás. Hogy mi úgy érezzük, hogy nem is, tehát hogy időnk se lenne, meg hogy a gyereket úgy kiragadnánk a környezetéből, tehát hogy azt látjuk, hogy szüksége van rá. Arra, hogy egy közösségben legyen, de hogy akkor mégis ezen úgy keresztül kell menni, és csak szimplán így a szűrőt. Keresztül kell menni, a szűrőt fel kell építeni, és a közösségre is bízni egy csomó mindent. Tehát ezek a gyerekek beszélgetnek egymással. És igen, szükség van az iskoláztatásra. Én láttam Amerikában olyan családot, ahol mind a két gyerek homeschoolingban, tehát otthon tanításban, tanulásban volt, és csak vizsgázni mentek be. A szociális képességeik, az alkalmazkodó képesség, a párbeszédre való képesség, az együttműködés, a közös invenció, amikor közösen küzdenek le egy nehéz feladatot, ez mind len volt nulla környékén. De okosak voltak, és magántanárok jártak hozzá, mert apuci, anyuci meg tudta fizetni. De amit az iskolában kap, az a gyermekcsoport, a szanga elem, a dharma, ugye a tan, a tanítás, a tananyag, a buthák, a tanítók, pedig hát a tanerő. Ez a három, az ott megvan. Még akkor is, hogyha esetleg nem úgy működik, ahogy joggal szeretnéd. De az ott megvan, az a gyereknek kell. Jó? Szívesen. Utolsó kérdés. Remélem tenni a kérdést, mert több dharma beszédben hallottam azt, hogy Úristen, vagy Jézusom, vagy Isten. És én minden nap szoktam imádkozni. Van úgy, hogy többször is. Ez általában inkább hálaadás szokott lenni. Hogy mennyire működik az ennel, vagy mennyire használható, vagy akkor választanunk kell, hogy vagy ez, vagy az. Mihez imádkozol? Úgy gondolom, hogy egy Istenhez, aki megteremtett engem. És ez hol van? Nem tudom. Hát mi is ezzel dolgozunk. Ezzel a nem tudom ma. És csak mi is hálát adunk, mondja. Csak mi picit, ez semmi baj nincs. Hát hogy volna már baj azért, hogy hálás vagy azért, hogy imádkozol? Hát ha jól esik, akkor imádkozz. Csak a zen talán az abban különbözik egy kicsit ugyanakkor, ugye, hogy azzal együtt, hogy legnagyobb keleti egy közép-keleti bódhiszatva egyike, ugye Jézus Krisztus is akár, de mindegy, hogy a személyre mit húzunk rá. A lényeg az, hogy ugye bennünk mi van, tehát belül mi, ez a befele fordított figyelem. Most én nem vagyok egy
biblia szakértő, de a befele fordított figyelem az mindig ott van. A kereszténységben is, csak kicsit másképp. És az externalizált istenképet, a zen, az egy kicsit elveszi alól a fogalmat, elveszi az externalizációt, tehát a kivetítést, és éppen ezért megadja az autonómiát, és megadja a felelősséget is a szabadság mellett. Az ugye, hogy nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hogyan imádkozol, hogy te azért imádkozol, hogy valamit kapj érte, hogy valamit elérj, az ugye inkább üzlet. Vagy valamit felajánlasz, azon áldozat és üzlet között félúton. De hogyha ezt teszed, hogy én, mint én, egy pillanatra megszűnök, akkor hol van Isten és hol van az ember? És mi ez? Nyugodtan imádkozz, ha akarsz, de azért gyakorolni is lehet mellette. Ezek különböző utak, különböző ösvények, a végcél az ugyanaz. És mint az imént is mondtad, nem tudod. Ha nem tudod, akkor én segítek még jobban nem tudni. Isten kép és Isten élmény. Azonos vagy különböző? Különböző. Nagyon jó. Neked melyik van? Élmény. Ja. Akkor nincs biznisz. Akkor csak beleolvadás van abba a megnevezhetetlenbe, ami akkor ér, ha az éned visszamegy az Úrhoz. Tehát a legfőbb ima az, hogy visszatérjünk az Úrhoz, sőt, az Úr mezejébe. Nem csak, hogy vele vacsoráljunk, hanem, hogy soha, de soha ne váljunk tőle külön. A születettség a keletiek szerint az istenség kiáradása és ilyen kis atomokra való szakadása, ezek vagyunk mi. Az atomok megvakulása és összeveszése az az, ami az emberek közt folyik. Nem csak a Bábel tornya, hanem úgy minden, a szamszárikus körforgás is. Ezért Isten képekkel nem sokra megyünk, Isten élménnyel már inkább. És adnék neked két szerzőt, akivel ezt finomíthatod, bár már egyik sincs köztünk, az egyik Angelus Silesius. És a Kerubi Vándor című misztikus költemény gyűjteményében ő az Isten élményt nem csak, hogy bemutatja, hanem egy kicsit segít átadni is. A másik pedig Eckhart Mester. És Eckhart Mesternek az Isten érvei, vagy azt mondom, esszéi, azok nagyon letisztítják az Isten képtől az Isten élményt. Viszont enélkül nincs élmény. Sem a tudat egyéválása, sem az istenség megtalálása és a vele való egyéválás. Úgyhogy én kívánom azt, hogy mindannyian járjuk az egyenes utat, ahol a tudatunk egyszerű és tiszta lesz, és ha valaki nem hinne Istenben, akkor megtapasztalja, hogy belül mi az, ami nem hiszi. Ha pedig hiszel Istenben, akkor belül mi az, ami elhiszi. És a házi feladat az, hogy ez a két tudat, a hívő és a nem hívő, ez azonos vagy különböző? Ha azt mondod azonos, hiba. Ha azt mondod különböző, az is. Köszönöm a figyelmet.